A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, a Kisvárda kétszer is két gólos hátrányból egyenlített, 4-4 után azonban ellépett ellenfelétől a Moson-Magyaróvár. 20 perc játék után már 6 góllal vezetett a Gyurka János által irányított együttes, így a Várda megpróbálkozott a 7-6 elleni támadójátékkal. A különbség azonban tovább nőtt, 10-17-es állásnál vonultak pihenőre a csapatok. Fordulás után sem tudott közelebb kerülni ellenfeléhez a házigazda, amelynek szélső játéka szinte teljesen hatástalan volt. A vendégek tartották a különbséget, és végül számukra izgalommentes mérkőzésen magabiztosan szerezték meg a győzelmet. Kisvárdán mindig nagyon nehéz játszani, így is készültünk, egy nappal már korábban megérkeztünk, és próbáltuk ezt a távolságot egy kicsit frissítéssel kompenzálni. Azon kívül a fő feladatunk az az volt, hogy egy koncentrált, fegyelmezett védekezést tudjunk alkotni, elsősorban az egysoros, és időközönként tekintettel arra, hogy a belső embereink most kevesebben voltak, így tudjuk őket tehermentesíteni. Időközönként egy 5-1-es védekezéssel ezt párosítani. Ez sikerült, ez volt azt gondolom, hogy ami biztonságot adott a játékosainknak, és továbbra is oda fegyelmezett támadó játékban mindenki megtalálta azokat a helyeket, ahol értékesíteni tudta a helyzeteit. A hazaiak edzője a Moson-Magyaróvári kapus kiemelkedő teljesítményében és a saját csapata által elkövetett sok hibában látta a vereség okát. Szerettünk volna egy sokkal komolyabb meccset játszani, de sajnos ez nem sikerült. Szomorúak lehetünk, hiszen azt gondolom, hogy az első fél időben nagyon sokat hibáztunk, Szemerei a kapuban gyakorlatilag leiskolázott bennünket, és az összes zicserünket megfogta kis túlzással. Aztán utána az első fél idő, második fél időben elkezdtünk a kihagyott zicsereink után bizonytalanok lenni, és technikai vág tömkelegét vétettük el, és a gyors gólok száma az megpecsételte a sorsunkat. Azt gondolom, hogy talán felátfal ellen jól védekeztünk, viszont a támadásban elkövetett hibáinkat könnyörtelenül megbüntette az ellenfelünk, és azt a fegyelmezetlenséget, azt a dekoncentrációt, megilletődöttséget, amit mutattunk elől, az nem maradhatott büntetlenül sajnos. Az NB1-es tabella élén a Győr áll 20 ponttal, 100%-os teljesítménnyel, megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszó 16 pontos Ferencvárost és a 14 pontos Debrecent. A Kisvárda 8 ponttal a 8. helyen várja a folytatást. A bajnokságban a világbajnokság miatt most egy hosszabb szünet következik, Bakó Botond együttese legközelebb december 30-án a Ferencváros otthonában lép pályára.